Én azt gondolom, hogy a Debreceni Civilek Önkéntes Program elismerése azoknak a fiataloknak, önkénteseknek köszönhető, akik az elmúlt x év során részt vettek ebbe a programba, akár önkéntesként, akár programasszisztensként, gyakornokként, vagy akár programkoordinátorként munkatársaim. Első körben például menekülttáborban jártunk gyerekekkel játszani, felnőtteknek nyelvoktatást tartani. Utána fogyatékkal élők otthonában jártunk a gyerekekkel megint mozogni, játszani. Akkor ezt elkezdtük egy rendszerbe foglalni, és az én szerepem az volt, hogy ezt a rendszert így közösen munkatársaimmal megalkottuk. Megalkottuk azt a rendszert, hogy a szociális intézményeket, a civil szervezeteket és a fiatalokat saját igényeik, elvárásaik mentén és az önkéntesség és a segítségnyújtás hívószavakkal egymáshoz közelítettük, egymáshoz közelebb hoztuk, és a debreceni civilekkel egy hidat képeztünk. Minden nap jó látni azokat a kis filmeket, amik készültek az egyes tevékenységekről, azt a rengeteg élményt, amivel a fiataljaink, a középiskolások, az egyetemisták távoztak, és tényleg megélni napi sztorikat, történeteket ezektől a fiataloktól, hogy ők mennyit kaptak az önkéntességtől, mennyit fejlődtek ezáltal, és hogy tényleg mennyire sokat jelentett nekik. Azt gondolom ezért megéri felnőtt segítőnek, civil szervezeti embernek lenni, akár ma Magyarországon is. Az önkéntesség, a jó ügy, a közügy, az mindig fontos lesz. Történelmi helyzetek ide vagy oda. És azt is gondolom, hogy ez az önkéntesség egy nagyon jó eszköz lesz az élet minden szakaszában, de különösképpen a fiataloknál, mi ugye velük dolgozunk, hogy az ember saját maga is tanulhasson, fejlődhessen, és olyan élményekre tegyen szert, amiből ő tud építkezni, akár például jobban kommunikálni, toleránsabb lenni, akár a kreativitását vagy a kritikai gondolkodását fejleszteni.